A hegyes, éles, vékony penkői csontozókés még egy dologra jó. Itt van ez a gyönyörű csirkemellfilém, és mondjuk én nagyon szeretem töltve. Ezért fölszúrom. Ráfektetem a deszkára a csirke mellett, vagy bármilyen húst, amit fölszúrni szeretnék, az egyik oldallal párhuzamosan, ügyelve arra, hogy ne mozogjon a kés a kezünkben, mert akkor kiszúrjuk, betolom amilyen mélyre csak tudom, és visszafelé egy félkörös ívben, hogy a késnek a hegye párhuzamosan jöjjön a csirke másik oldalával, szépen így végighúzom, és megvágom. És ebben a pillanatban képződött itt egy zseb, amit meg fogok tudni tölteni. Ha esetleg nem akarjuk, hogy bőre legyen, akkor ezt egész egyszerűen a bőrt csak így lehúzzuk, és ezt a vékeny hártyát szintén a kés hegyével, meg az élével eltávolítjuk. Ennyi. Itt van egy csirkemellünk, ami töltésre vál. A másik, ahogy meg tudunk tölteni egy húst, ugye az első volt az, hogy felszúrtam, a másik, hogy nyitott szeletet készítek belőle. Minden szárnyas mellének és a csirkemellnek is van egy ilyen belső része, ami úgy nagyjából elválik a mell résztől. Ezt van, aki úgy hívja, hogy mell szíve, van, aki úgy hívja, kacsánál például sokszor lehet találkozni azzal, hogy a kacsanyelv, hát ezt hívják, a mellnek ezt a belső részét hívják kacsanyelvnek. Erről is most leveszem a bőrét, mert nincs rá szükségem. Azt azért elmondom, hogy érdemes arra figyelni, hogy amelyik kezünkkel vágunk, nem nyúlunk a húshoz, hogy ne csúszson a kés a kezünkben. Itt van a csirkemell filé, amiből egy úgynevezett nyitott szeletet fogok készíteni. A kés élével szépen elvágom, de vigyázok, hogy itt ne vágjam el, és mint egy könyvet kinyitom. Végén hozzáigazítom, és kész. Ez is alkalmas töltésre. Ebbe az anyagot beletöltjük, visszahajtjuk, és akkor kapjuk ezeket az ilyen szép töltött csirkemellfiléket.